duális képzőpartnereknek szervezett szakmai fórumot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen Dömötör Csaba, a Tolna megyei Szakképzési Centrum kancellária tartott előadást a jelenlévőknek. Megnéztük azt az iskolákkal közösen, hogy mi az elmúlt egy évnek a duális képzési tapasztalata. Ugye tavaly szeptember 1-én indult el az az első évfolyam, aki már a duális képzés, tehát a szakirányú képzésnek az első évfolyama, aki duális képzésben vesz részt. Egy év után azt gondolom, hogy illik tapasztalatokat leszűrni, megnézni, hogy hol tartunk, kell-e valamiben változtatni. Jövő ilyenkor már vizsga van, ugye a 3 éves képzésben. És hát szeretnék a mai napon arról is néhány szót váltani a résztvevőkkel, hogy mi az, ami az új vizsgarendszerben változott, más, mire kell figyelni a felkészülés során, amire esetleg eddig, ha és amennyiben kevesebb hangsúly esett. Az előadása elsősorban olyan vállalkozásokat hívtak, akik már bekapcsolódtak a képzési rendszerbe, de azokat is szívesen látták, akik még csak fontolgatják, hogy csatlakoznak. Ugye itt az MKIK rendezvényen, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényen kifejezetten a vállalkozások és a cégek vannak jelen, azok, akik duális képzők, és nekünk is egyben partnereink. Ma mindenképpen szeretnék egy picit a képzési programokról beszélni, mindenképpen szeretnék egy kicsit a tanulók előrehaladásáról beszélni, szeretnék azokról a tapasztalatokat megosztani a résztvevőkkel, akik vagy amelyek megfogalmazottak, legyen ez jó akár, vagy olyan, ami javítani szükséges. És hát teljesen természetes módon muszáj arról beszéljünk, hogy jön a következő év, és akkor jönnek az új tanulók, vagy itt vannak az új tanulók, hiszen az ágazati alapvizsgák a napokban zajlanak. És hát nagyon szeretnénk, hogyha ez a duális partnerség, és ez a kapacitás, amit jelen pillanatban bevállalnak a cégek, ez továbbra is így tudna menni. A kancellár azt mondja, sok dolgot kell még tanulniuk az új rendszerrel kapcsolatban. Mást és más módon kell tanítani, szemléletváltásra van szükség, ez nem annyira egyszerű dolog. Az adminisztrációja más a rendszernek, hiszen eddig papír alapon kellett, most elektronikus adminisztráció van, viszont ebben is pozitív dolgokról tudok már majd itt ma beszámolni, hiszen változások vannak, egyszerűsödik az adminisztrációs felület, és ebben is reményeim szerint előrelépünk. A rendezvény során az eddigi gyakorlati tapasztalatokra próbáltak fókuszálni, mondta Hornok Jenő, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara duális képzési tanácsadója. Újdonságként lehet tekinteni a vizsgarendszer, tehát a vizsgának az összetétele, magának egyébként az egész képzési rendszernek a szakmai tartalmi része is újszerű, és az elmúlt 2 év tapasztalatait azt gondoltuk, hogy most már kicsit meg lehet vizsgálni, szemügyre lehet venni, és hát a mai rendezvényünk tehát a témakörhöz kapcsolódik. Az, aki nem tudott részt venni a rendezvényen, ne csüggedjen, ugyanis a tervek szerint több alkalommal szervez még hasonló tájékoztató fórumot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.